A bonyhádi gyerekek már birtokba vették a felújításon átesett váraljai tábort. A város tulajdonában lévő üdülőt évek óta építgeti a tulajdonos, eddig a közösségi terek felújítására fordítottak forrásokat, most a hálóterek egy része válhatott komfortosabbá. A 2 évvel ezelőtti nagy pályázatos felújítást követően a város önerejéből 30 millió forint támogatással a szálláshelyeket is részben meg tudta újítani, 6 szálláshely, 60 férőhely újult meg ebből a projektből, a város 30 millió forintjából. A másik, aminek nagyon örülünk, hogy nem az üres táborban vagyunk most itt, hanem a veszélyhelyzet elmúltával megtöltötték a gyerekek, ez most már a második turnus. Nem csak gyerekeket várnak a táborba, hiszen a felújítás eredményeként kényelmes pihenést szolgáló apartmanházak is létrejöttek. 3 darab 4 fős bakancsos házzal rendelkezünk, természetjárók, biciklisek, túrázók és a természet szerelmeseit várjuk ezekbe a házainkban. Az idei nyáron a bonyhádi gyerekek feltöltötték a létszámot, ám mindazok számára, akik szívesen töltenének időt Váralján, még van lehetőség a helyfoglalásra.